Milliárd forintért kelt el egy New York-i elverésen a Sasson Kódex, a világ legkorábbi olyan héber bibliája, amely szinte hiánytalanul tartalmazza egyebek mellett Mózes 5 könyvét. Ez az egyik legmagasabb ár, amelyet könyvért vagy történelmi dokumentumért valaha aukción fizettek. A páratlan értékű műtárgy, amely 1100 évig szinte érintetlenül fennmaradt, visszatér Izraelbe, és egy Tel Avivi múzeumban lesz kiállítva. Sold $33,500,000. Thank you very much. Hatalmas érdeklődés közepette, alig 5 perc alatt kelt el a legrégebbi, majdnem teljes héber biblia a New York-i Sotheby's aukciós ház szerdai árverésén. Kikiáltási ára $32 millió, átszámítva csak nem 12 milliárd forint volt. A nyertes végül több mint $38 millió, azaz 13 milliárd forintot fizetett az Ószövetség legkorábbi fennmaradt példányáért. A héber biblia a történelem legnagyobb hatású műve, amelyet a nyugati civilizáció alapkövének tartanak. Ez a valaha felfedezett legkorábbi és legteljesebb héber biblia, amelynek története több mint 1100 évre nyúlik vissza. Nevét David Solomon Sassonról, a legendás gyűjtőről kapta, aki a legjelentősebb héber és judaika magángyűjtő volt. A Sasson Kódex több mint 30 év óta először került árverésre, ismertette az aukció vezető. A kódex 12 kilót nyom, 24 könyvből áll, és 792 oldalon szinte hiánytalanul tartalmazza Mózes 5 könyvét, valamint a próféták, a példabeszédek és a zsoltárok könyvét. Szövegét állatbőrre rótta egyetlen írnok. Szakértők szerint a kötet még a maga idejében is drága tárgy volt. A mintegy 400 pergamenlap elkészítéséhez több mint 100 állatbőrére volt szükség. A feltehetően Izrael vagy Szíriából származó remekmű a középkori bölcsek eredeti jegyzeteit is tartalmazza. A Sasson Kódex több mint 1000 éves feljegyzéseket, átiratokat és tulajdonosi nyilvántartásokat is őriz, amelyeknek felbecsülhetetlen történelmi értékük van. Ezek a jegyzetek, amelyek mintegy egységesítették a Biblia szövegét, a szöveg felett és alatt, valamint az oszlopok között is megjelennek. A betűk alatti magánhangzó pontokat is tartalmazzák, amelyek segítségével megtudhatjuk, hogy pontosan hogyan kell kiejteni a Biblia szavait, mondta az aukciós ház könyv és kézirattárának judaika szakértője. A könyv a héber Biblia első ismert kódexe. A megírása előtti évszázadokban a Biblia szövegeknek csak tekercs alakú részei léteztek, amelyek a holtengeri tekercsek nevet kapták, de ezek nem tartalmaztak verseket, fejezeteket vagy írásjeleket. A szénizotópos kor meghatározó vizsgálatok igazolták, hogy csak nem egy évszázaddal hamarabb készült, mint a legkorábbi teljes héber biblia, a leningrádi kézirat vagy az Aleppo kódex. Az értékes műtárgyat Alfred Mózes amerikai diplomata volt bukaresti nagykövet vásárolta meg, és egy Tel Avivi múzeumnak adományozta, ahol hamarosan kiállítják. Kortörténeti körképek sorozatunk első részében a héber biblia szerkezetéről és felosztásáról lesz néhány szó. Megnézzük, hogy miben és mitől más a héber biblia a keresztény biblia szerkezetétől és felosztásától. A héber bibliát más néven Tanakhnak nevezzük. A Tanakh önmagában nem bír jelentéssel ez a szó, ez egy mozaik szó. A héber biblia három nagy egységének a kezdő betűiből áll össze. Ez a három nagy egység a Tóra, vagyis Mózes 5 könyve, a Neviim, vagyis a proféták, és a Ketuvim, vagyis az iratok. Ennek a háromnak tehát az első betűjéből adódik össze a Tanakh szó, és nézzük meg részletesen, hogy miből is áll a Tóra, a Neviim és a Ketuvim. A Tóra mindannyiunk előtt jól ismert, elsődleges jelentése tanítás, tan, és csak másod-harmad sorban jelenti azt, hogy törvény. Mind a héber biblia, mind a keresztények által használt biblia ezzel az öt könyvvel indul, Mózes 5 könyvével. A megnevezések azonban másak a héber szövegben, és más a latin elnevezésük.
A héber szövegben látjuk azt, hogy a címe az első könyvnek, Bereshit, ami annyit jelent, hogy kezdetben.